51-kor, ott ültünk, váltuk a buszunkat, és akkor ugye oda jött cigit kérni, hát én ugye nem dohányzok, nem adtam neki, és fogta, és szó nélkül leköpött, aztán meg megtörtént. Te nyilvánvalóan provokációról beszélünk, nem? És utána mit csináltad a fickó? Elment valamelyre, elsétált, elszaladt? A haverja elrángatta, hogy hagyjad a nem mondaná ilyen vízbiázókra illetett, úgyhogy elvitte egy. Nem is Miskolci lehetett vagy? Mert ugye a busz megállóban esetleg ő is utazott? Nem, most, hát onnan megy városi busz is, meg vidéki busz is megy a buszat, illetve akármelyik. Köszönjük szépen. És volt valamilyen Jobbikra emlékeztető öltözék, vagy felirat, vagy? Hát mondjuk ott a nyakadban az a, esetleg az a kitűzőt. Ja, hogy az, te mondjuk esetleg amiből gondolta, hogy te... És attól, hogy ilyen van, ezt nem... Nem, csak kérdezem, hogy volt-e olyan, ami... És azt láthatta ezt a jelvényt? Nem tudom, hogy minden a probléma lehet, nem. Nem gondolom, hogy egy történelmi Magyarország alapú medál azon kívül, hogy szerintem ezeknek a lényegesen alulművelt és alulszocializált embereknek bármit is mondana, azon túl bárkinek is jogalapot képezhetne arra, hogy egy történelmi Magyarország alapú, vagy alapú medál miatt mondjuk bárkit is leköphessen és megverhessen a nyílt utcán, pláne, hogy ez egy 18 vagy 19 éves fiatal.